hamarosan új Aradi Varga Show. Aradi Varga Show, szombat este. Mit teszed itt magad, vattyú-puttyú? Én a Berki vagyok. Oh, I know, Muppet Show. Önök a honfoglaló híradót látják. Meg kell állítani a bevándorlást, de ha megállítjuk, én nem lehetek itt. Hiába kerestük Lehel Fürkét, önök már megfújták, igaz, mi is elküldtük. Bármelyik műsorba be tudná lőni, szóval csak arcot váltasz. És az olyan meddőség, akkor odajössz. Hát, van itt egy szereplő, aki már alig várja, hogy ennek a részese legyen. Trutko! Egészen biztosan így? Sziasztok, itt van az Aradi. Itt van maga az Aradi Varga. Tehát ne hagyjátok ki. Ne hagyjátok ki, hívjatok meg. Mi a show vagyunk, mert... mi a keresztnév? Melyik a show a keresztnév? Igen, jó név, mert az irodalomban azért ez egy komoly... Egyébként klasszik. Érdekes, hogy akkor, amikor Starsky és Hutch, akkor, amikor vannak ezek a nagy nyomozó párosok, nem tudják a keresztneveket. Az hagyján, de a színészek nevét nem tudja, tehát mi ugyanígy vagyunk. A Varga az az Aradinak a keresztneve. Így van, hogyha amikor fellépünk valahol, annyiban segített a műsor címe, hogy 26 évig úgy konferáltak be minket, hogy következik két humorista, akiknek a neve nem sokára kiderül, mert bemutatkoznak. Most már úgy konferálnak be minket, hogy következik az Aradi Varga. Igen. És nem, voltunk már show is. Jó, akkor mondjuk Aradi Tibor és Varga József. Igen. Varga Ferenc József, igen. Látod? Ezzel sokan próbálkoznak. Ezzel a te meghívód is megszületett, hogy jobban megtanuljad. Úgyhogy nagyon sok keresztnevünk van, amiről nem tudunk. De ilyenkor derül ki. Igen. Holnap indul az új évad, beszéljünk azzal, mivel várjátok. Igen, egy új adással. Igen, június óta vegetáltunk, mert csak ismétlések mentek a televízióban. Mivel hogy ketten írjuk a műsort, ezért nem tudunk úgy gyártani, gyártósoron nyomni műsorokat, ahogy szeretnénk. Ezért aztán most november végén tud elindulni a mi őszi évadunk. Mindent ketten írtok? Igen. Nem semmi poén gyár mögöttetek. Poén, hát azért is, tehát se poén, én se gyár. A számlát azt külön írjuk általában, de a műsort az ketten. Az én összegem mindig nagyobb. Igen. Ez a legerősebb. Mennyivel? Hát mondd be, hát nézd meg. 10 forinttal ennyit mondtam. Értem. Akkor, amikor új évad kezdődik, akkor ilyenkor a korábbi szezonoknál, hiszen ti nektek egy nagyon nézett, nagyon népszerű műsorotok van, ilyenkor mit csináltok? Inkább tradicionálisan megmaradtok azoknál a gyökereknél, ami a ti humorforrásotok, és úgy is adjátok elő, vagy pedig van az a pillanat, amikor azt mondjátok, hogy na most aztán eltelt az a nem tudom hány év, újítani kell. Hát egy picit majd muszáj lesz újítani. Most például teljesen innovatív művet alkottunk. Tudnélik, elképzeltük azt, hogy milyen lenne, hogyha egy ATV-s híradó már létezett volna a honfoglalás idejében. Ezt látjuk most? Igen. És ott egyik műsorvezetőnk? Igen. És természetesen Varga már akkor Vajk. Is... Igen, és már volt akkor is Soros György, meg Gyurcsány, meg Orbán, meg mindenki éltek akkoriban, a mi képzeletünk szerint. Rendben, és mit csináltak egyébként? Nyilaszták egymást, meg ilyesmi? Ez kiderül az esti adásból. Bocsánat, ő a sportkommentátorunk, vagy kicsoda? A meteorológusunk? Semmit nem várunk. Jó, tessék. Gyurcsány Vajk is. Nem, tehát mindenkinek Vajk mostanában, mert ez itt hirtelen leszembe. De egyébként ugyanazokat a híreket láthatjuk, mint az esti híradóban, csak hát egy kicsikét át van ültetve. Tehát ugyanúgy lesz bezárt büfé, ugye a híradó mindig van az, hogy bezárnak egy éttermet, ugyanúgy lesznek különböző rémhírek, amivel egy híradót el kell adni az elején, azt utána lehet szó politikáról. Most nem az ATV-ről beszélek, de ugye a politikával később foglalkoznak, majd a végén természetesen... Nagyon nehezen jöttél ki, rendben van, oké? Nem baj, kijött valami, megoldottam. Természetesen kell, hogy szülessen valamelyik állatkertbe a világon egy kicsi élőlény, ha nem, akkor nagy a baj, mert akkor nincs híradó. Ez, amit látunk, igen. Ez a híradó, ez egy része, de ugye, ha jól tudom, akkor dupla lesz az adásítőtök. Mennyi lesz? Most föl, igen. Igen, most kaptunk 65 percet, ezt kell kitölteni abból a 45 percből, amit egyszerre felvettünk, de mi megoldottuk. Megoldjuk. Tudunk olyan tésztát gyújtani, ami hosszabb. Na, ebben viszont nekem is segíthettek akkor, tehát... Várunk szeretettel a műsorban, mert hogy Jakubcsek Gabriellát már... Ha van egy erős 20 perced, akkor gyere, mert akkor most szükség. És ha nincs, akkor Györgyi. Nagyon fontos. Egyébként vannak... Hogy Jakubcsek Gabriellát már egy éve próbáljuk meggyőzni arról, jöjjön el hozzánk, nem fogunk olyasmit mondani, ami
személyből kellemetlenül jön ki. Eljött, és lehet, hogy ő nem akar olyat mondani. Nem, ő mondott olyat, amiből én kellemetlenül jöttem ki, de, az nagy, de nagyon jól sikerült, és jól éreztük magunkat, úgyhogy szeretettel vártuk, és várjuk legközelebb is, és téged is, hogyha téged két éve próbálunk meggyőzni, sőt, a műsor eleje óta próbálunk meggyőzni, hogy gyere. Rendben, nekem mindig akkor van előadásom, amikor nektek fellépésetek, de van egy hamvas kolléganőm, aki mindig akkor nem tart annyi fellépést. Őt, akkor inkább, na, Trükkó, meggyőztél. Ugye, jöjjön. Ott Tibor mellett van valami, az, arról beszéljünk, nem tudom, mert nagyon kevés időnk van. Én ezt mondom, hogy a könyvetek is jelent meg. Megjelent valakinek. Mondom a Ferinek Tibi. Mondom a Ferinek Tibi címmel, megjelent a könyvünk, ami rendeletesen érdekes. Tele van értékes, humoros információkkal, az életünket és a sorsunkat mutatjuk be benne. Azt mondjátok meg, és itt most a végén hadd ne legyek se humoros, meg nem a humorra akarok rákérdezni. A magyar közélet azért mindig szolgáltatott humorforrást, viszont a magyar közéletnek a közbeszéde, hát hogy is mondjam, finoman tényleg nagyon mélyen van. Nagyon a parlamentben, parlamenten kívül is. Ez például a humorban meg tud jelenni? Próbálunk, teszünk róla, hogy megjelenjen, viszont néha sajnos oda kell figyelnünk arra, hogy egyrészt a szó szerint ne idézzük, amit ilyenkor emberek szeretnek mondani, mert az vagy sértő, vagy trágár, vagy egyszerre mind a kettő. Hogy mondjam, szellemi színvonalát azt próbáljuk minden alkalommal megjeleníteni. Többször volt már a műsorban fórum, vagy ahhoz hasonló jellegű paródia, ami időnként tükrözi azt, hogy hogyan reagál az átlagember, és hogyan reagál a politikus. Mit szeretném most csinálni? Igen. Mert egy igazi profi. Na jó, igen, akkor 7 másodperc számol. Alatt a Radi Varga Show, mikor holnap? 20-25 perckor az ATV csatornán. Ő tudja jól, így van. Köszönjük szépen, nullára kifutottunk. Köszönjük.